A napokban női kézilabda válogatottunk régi és új szövetségi kapitányainak szavazatai alapján Gódorné Nagy Marian nyerte el a Kézisek Kézise címet. Itt helyben ő a kézilabda sport legfontosabb embere. Ennek tudatában elmondható, hogy jó helyre kerül a megépülő csarnok? Abszolút mértékben. És ha megengedi, onnan kezdeném, hogyha Gódorné Nagy Marianna nem Lentiben, hanem mondjuk szülőhelyén Csornán lenne, akkor is jó helyen lenne és szükséges lenne Lentiben egy kézilabda csarnok, de hogy ez a két dolog találkozik, hogy minden idők legeslegjobb női magyar kézilabdázója éppen Lentiben viszi a hátán a kézilabda utánpótlást és a kézilabda sportot, és emellé még társul majd egy nagyszerű új csarnok, az szerintem ez egy páratlan esemény egy város életében. Ez a kézilabda csarnok, ez nagyon, nagyon szép és nagyon érdekes, majd erről is fogunk beszélni, de mégiscsak történt valami a héten, ami különösen itt Lentiben nem maradhat szó nélkül. Az pedig az, hogy minden idők leges legjobb magyar női kézilabdázójának megválasztották Gódorné Nagy Mariannát, és minek után ez már közismert tény, ezért néhány ezt alátámasztó dolgot szeretnék önöknek mondani. Mielőtt bárki azt feltételezné, mondjuk a sport iránt kevésbé érdeklődők közül, hogy ez valami véletlen folytán történt, valami félreértés volt, és elírták a nevet. Ugye először is azok, akik erről a díjról döntöttek, a Kézisek Kézise díjról, azok az emberek, akik valaha magyar női szövetségi kapitányok voltak. Tehát minden még ma élő magyar női szövetségi kapitány összeült, akik aztán tényleg az elmúlt 60 évre visszamenőleg alaposan ismerik a mezőnyt, és nem csak külső szemlélőként, mint mondjuk egy sportújságíró vagy szurkoló, hanem aként is, mint akik együtt dolgoztak az ország legjobb női kéziseivel, és így döntöttek. Na most ez önmagában elegendő kellene, hogy legyen ahhoz, hogy elfogadjuk az ő döntésüket, és szakmailag megkérdőjelezhetetlennek tartsuk. De hogy még inkább alátámasztam, 1982-ben járunk, akkor Gódorné Nagy Marian, tekinthetjük mondjuk az arany évének, bár sok ilyen volt. Az 1982-es világbajnokságon ugye megvertük a szovjeteket, a cseheket és NDK-t. A három mérkőzésen 52 gólt dobtunk a magyar válogatott, ebből 30-at dobott Marianna. És ha még ez nem lenne elég, ugyanebben az évben a Bekben, az akkor világ válogatottnak számító Kijev csapatát kiejtettük az elődöntőben. A döntőben pedig ezen a Kijev ellen Marianna dobott 10 gólt, és a döntőben a Rednicki Belgrád ellen pedig oda-visszába 17-et, ezzel egyébként messze gólkirálya lett a tornának, és az akkori kijevi csapat megverése az mondjuk hasonlatos ahhoz, mintha mondjuk ma a férfi kézilabdában egy Barcelona PSG vegyes válogatottból állítanánk össze egy kézilabda csapatot. Úgyhogy lehet, hogy a fiatalabbak számára ezek már nem ismert dolgok, de azért az akkori sportélet meghatározásában, a magyar sportélet nemzetközi definíciójában ezek olyan tények voltak, különösen abban a világpolitikai helyzetben, mondjuk egy NDK-val leigszelni, amikor az NDK abszolút címvédőként, favoritként vett részt ezen a világbajnokságon, vagy a szovjeteket megverni abban a tudatban, hogyha kikapunk tőlük, negyedikek vagyunk, tehát volt tétje. Ebben a világpolitikai helyzetben föltenni akkor Magyarország sport és kézilabda térképét az asztalra, azért az egy olyan tett, amelyre valamennyi magyar büszke lehet, nemhogy maga az aktor, de valamennyi magyar is. Hogy értékeled, hogy a szakma egyöntetű elismerésében részesültél? Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem számítottam rá, de nagyon-nagyon örülök. Milyen érzések kavarognak benned? Fú, hát sokféle, fele más, de örülök. Tehát az öröm az azt hiszem, hogy felülír mindent, meg a büszkeség. Ha a labdarúgásról beszélünk, és azt mondjuk, hogy a labdarúgás legnagyobb embere Puskás öcsi, akkor a női kézilabda Puskás öcsije itt áll mögöttem, úgy hívják, hogy Gódorné Nagy Marian. Hihetetlen, hogy mennyi dicsőséget szerzett ennek az országnak. Egy igazi ikon, aki most mögöttem áll, és mögötte áll a kézilabdának, ez azt jelenti, hogy a kézilabda jövője pozitív értelemben itt eldőlt, hiszen a kormány egy új építkezést támogat, a szakma pedig biztosított.
A lenti utánpótlás korosztályok 6 vagy 7 bajnokságban indulnak, és nincsen méretes pálya, tehát az huzamosan nem fenntartható az az állapot, hogy sok száz gyerek szeretne sportolni, van is rá igény, szeretnének versenyezni, és ehhez megfelelő méretű pálya nincs, mert ugye a Vörösmarty és az Arany János iskolákban azért a pályák nem feltétlen szabványok, ami érthető, mert egy általános iskolának nem ez a funkciója, tehát minden szempontból a legjobb helyen van lentiben az új csarnok, és mi büszkék vagyunk arra, hogy az első helyen javasoltuk ezt a helyszínt a magyar kormány számára, az pedig még egyszer mondjuk Godorné nevében van ez mindez fémjelezve, arra pedig nem csak Lenti és környéke, hanem az egész ország büszke lehet. Államtitkár asszony, milyen lehetőségeket tartogat Lenti számára a megépülő munkacsarnok? Egy fantasztikus lehetőség, és nagyon nagy örömmel érkeztem Lenti városában, hiszen itt az utánpótlás nevelés, az élsport mindig is nagyon sikeres volt. Ezáltal még jobban tudjuk segíteni a jövő generációját, a szakembereket, a sportolni vágyókat, akár a közönséget is. Nagyon fontos az egészséges életmód, és erre az egyetlen egy eszköz a kezünkbe, hogy meg tudjuk tartani, az nem más, mint a sport. Ha vannak sikeres sportágaink, akkor ezen belül támogassuk a fiatalokat, és ha már vannak létesítményeink és sportolóink, akkor viszont hazánkba kell invitálni a különböző nemzetközi sporteseményeket, de akár a hazaiakat is, és rendezni kell olyan eseményeket, amelyekkel tudjuk segíteni a sportolókat, a sportban élőket, valamint ugye népszerűsíteni tudjuk a sportágat. A kézilabda sportág az egyik legnépszerűbb sportágunk, az egyik legsikeresebb csapatsportágunk is, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, mivel itt vannak példaképek, vannak szakemberek, és vannak sportolni vágyó fiatalok, akár az utánpótlás nevelést nézzük, akár pedig az élsportot, megérdemelte Lenti városa, hogy egy multifunkcionális munkacsarnokot kapjon kézilabda sportágnak, és ezáltal is tudjuk támogatni a sport további sikerét. Sikerült önnek benyomásokat szerezni a Lenti városáról? Én jártam gyermekkoromban Lentiben, még nagyon régen, akkor homályos emlékeim vannak róla, szüleimmel voltunk itt nyaralni. Akkor nagyon jól éreztem magam. Ahogy bejön az ember a városban, látszik, hogy van gazdája a helynek. Látszik, hogy egy békés, nyugodt és rendezett város, és látszik, hogy mindent megtesznek azért, hogy folyamatosan a fejlődés útján legyenek. Ennek az ékes bizonyítéka ez a kézilabda csarnok is, tehát nem belekényelmesedtek itt a lenti városvezetők a helyzetükbe, hanem dolgoznak, és ezt jól látni. A munka tehát megkezdődött, a beruházót és a kivitelezőt mindenben segítjük, hogy minél előbb megtartassuk a csarnokavatót, pattoghasson a labda, és a birtokba versék a munkacsarnokot a jelen és a jövő kézilabdásai, az iskolások, a sportolni vágyók és a szurkolók.